Ezt nézzétek meg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 15, 16, 17, na, hát ne ugassál rám, hát a többiek olyan békések. Itt van 18 kutyus, ezt nézzétek meg, itt az árnyékba heverészik. Levi, kukuty, és neki is tetszik Levinek, ő is nézi. Hát szia, te kicsi! Na, mit csináltok itt? Na, mit csináltok? Na, mit csináltok? Hogy vagytok, kutya? Jó van már! Jó van már! Na, ez a kicsi, ez? Na? Gyertek ide, gyere! Na! Benneteket, Péter vagyok az Erdélyi Túráktól, és picit be azt szeretném mutatni nektek, hogy merre fele szoktunk járni, kirándulni, ahogy ti nem szoktátok látni itt a környéket. Láthatnátok, hogyha eljönnétek velem, most föl vagyunk itt a Csiki havasokban, a Baglyot tetején, a messzeségben látom a Tarkőhegységet, még a Hagymás hegység is, még a Csalhó is kibukkan a távolban. Azon a részen lehet látni a szellőtetokat, kirándulunk ugye, az már ugye a gyimesekhez tartozik, másik oldalán ugye ott van Kostele. Hát arra felé látom, végig ott van a hosszú vonulat a Csiki havasoknak, és látom itt a Csiki havasokban a Paphegyét is, ahova szoktunk menni, de látom a Csomádot, ahol a Szent Anató van. Nagyon-nagyon messzeségben, hát azt a telefon nem fogja visszaadni, még látom a hoppá, néha sok kutya elindult, oda néz. Láttad, Dóri? Igen. Azt a neki, hova indultak el? Medvére? De te csávó is ott megy. Aha, jó. Messzeségben szerintem én ott látom, nem tudom, látod, de a Bucsecs, Nagykőhavas, háromszéki havasokat, itt előttünk végig a Répáthegység hosszú nyúlványa, háttérben pedig ott a Nemerehegység, itt van előttünk a Sajhavas, arrafele ott van a Karunta, lent ugye a Csobányos völgye. Nos, hát ugye ez azok a helyek, amiket ugye nem láthattok, vagy nem láttok, mert lent az aszfaltos úton közlekedtek, csak hogyha kijöttök el Székelyföldre. Én arra biztatok mindenkit, hogyha már kijön, akkor ne csak 2-3-4 napra számoljatok. Egy nap ide, egy nap vissza, az már 2 nap. És ha itt vagytok egy hetet, akkor még marad 5 nap kirándulni. Meg ha jöttök ki, akkor álljatok meg valahol kifele jövet, főleg hazafele menet, mert hazafele menet nyertek is egy órát. És ne felejtsétek el, hogy itt nálunk is, a Kászonokban is 32 fok volt a legmelegebb a nyáron, tehát ideális hely kirándulni azoknak, akik nem csak a tengerparton akarnak ülni egy hétig, aztán a hotelnak a medencéjébe fürödnek, ugye? Nem is a te magába a tengerbe, mert nagyon meleg van, meg messzire van a tengerpart, hát meg jobb a légkondicionált szobába, tehát ezért felesleges elmenni kirándulni. Én mindig is úgy szerettem menni, hogyha megyünk valamerre, akkor látunk is valamit, nem csak az van, hogy egy helyet megnézzük. Most pár napja például elvittem a vendégeket, megnéztük menet közben tőlünk, egy picit azért ez már messzebb volt, de megnéztük a Szászhermányi erődtemplomot. Le volt, azt hitték, hogy csak egy templomba viszem őket, bocsánat, vártemplom. Azt hitték, hogy csak egy templomba viszem őket, közben pedig egy erődített templomba, és mindenki azt mondta, hogy sokkal szebb, mint a Törcsvári, a Dracula kastély. Pedig ott is, oda is elvittem őket, közben pedig elmentünk az Ernyesti szurdokba, ott meg megjegyezte nem is egy vendég, hogy sokkal szebb, mint a Békásszoros. Egy ugye nincsen annyi turista, nincs autó, nincs bazáros. Egy nap alatt
elmentünk kirándulni, és három dolgot is megnéztünk. Gyere, Dóri, lehessen látni itt a mélységet, hogy most olyan 1350 méter magasan vagyunk, itt fent a Csiki havasokban. Kiterjedésű. Tehát nézzétek az oldalamat, nézzétek itt a YouTube csatornámat, rengeteg ötletet adok, hova lehetne még elmenni kirándulni. Nézzétek meg a honlapomat, forduljatok hozzánk bizalommal, vagy a másik az, hogy ki jött a kertébe most egy hétre, egy nap oda, egy nap vissza, öt napot itt vagytok, velem kirándultok, akkor sokkal több mindent láthat. Korondról elmennek direkt a Tölcsvári kastélyba, utaznak 2,5 órát oda, 2,5 órát vissza, és csak látják azt a zsúfolt pici kastélyt, hát megéri. Tehát egy kicsit értelmesebben kellene gondolkodni, nem csak az aszfaltot járni, nem csak utazni a egyik faluból a másikba, egyik városból a másikba. Nagyon-nagyon sokan ebbe a hibába kerülnek, hogy kijönnek Erdélybe, és itt is fel tudja hány ezer kilométer, nem hány száz, hány ezer kilométert mennek. És képzeljétek el, hogy Budapestről oda-vissza 1600-1700 kilométer eljönni Székelyföldre. Miért jönnek ugye Magyarországról le, de Székelyföldre, mert itt is magyarok élnek, és nem kell megszólalni se románul, se angolul, semmilyen nyelven. De hogyha már 1600 kilométert eljössz meg, itt is még 1600 kilométert elmész, akkor egy kicsit gondolkodni kell, hogy a második 1600 kilométert meg lehetne spórolni, vagy nem sokára fogok olyat is megtenni, ugye hirdetni, felajánlani, bocsánat, hogy felszállsz Budapesten a reptérre, leszállsz Brassóba, nekem egy bő óra oda menni, olyan 90 kilométer, tehát nem egy nagy távolság, akár egy hosszú hétvégére is ki lehet jönni, és nem kell utaznod egy napot kifele, egy napot hazafele, hanem csak a reptérre kell elmenned, becsekkolni, kicsekkolni, ennyiből áll az egész, tehát nem 10-12 órát utazol, hanem csak 4-5 cakompúder mindennel egyetembe. Nos, hogyha valakinek fölkeltettem az érdeklődését ezzel a hosszú hétvégével kapcsolatban, akkor írjatok rám itt akár a YouTube csatornánkon, vagy egy Gmailre, turak.erdeiben@gmail.com, oda is írhattok nyugodtan. Na, és annál nincsen jobb kirándulás, amikor tényleg így följövünk a hegy tetejére. Leülünk itt a fűbe, mert itt nálunk nincs úgy kullancs, nincs szúnyog, mint Magyarországon, vagy bárhol másutt, és csak nézzünk ki a fejünkből. Ugye ezeken a helyeken, sajnos ezek elég ingerszegények, ugye mit lehet itt látni, hegyeket, völgyeket, erdőket, juhokat, juhászokat, de én azt mondom, aki szereti a természetet, nem a nagy többséghez tartozik, aki csak selfish helyeket keres föl. És most mondok egy nagy igazságot nektek. Nagyon-nagyon sok mindenkinél látom, hogy kijön Erdélybe, és például mit lát, elmegy a Békásszorosba. És akkor fölrak egy fotót, vaj, de jól éreztem magam, voltam a Békásszorosba. És azt nem írja mellé, ami az igazság, és aki volt nyáron a Békásszorosba, meg a Gyilkostónál, tudja, hogy igazat mondok, hogy dugig van emberrel, autóval, teli van szarva, környék, papírzsebkendővel, mindennel teli van, dobál szeméttel, mozdulni nem lehet, ott vannak a bazárosok is, csak elcsopfítják azt a gyönyörű szurdokot, és mégis azt írják ki, hogy jaj, de szuper volt. És miért írják ki? Mert hogyha már annyi időt, pénzt belefércelt, akkor azt akarja, hogy a haverok, meg a rokonok, meg a ismerősök azt lássák, hogy ő marha jól érezte magát. Nem egy volt olyan, hát kapok sok levelet, és egy valaki éppen írta, hogy jön egy dunántúli kis faluból, ilyen faluprogramon kaptak valami kis buszt, aztán beül a polgármester, meg a többiek, ugye a falukrémje, ilyen kis faluról beszél, kijön Erdélybe, esznek, isznak,
bebasznak egy jó párszor, eljönnek, megnézik ötödjére is a békásszoros, de csak aszfalton, tehát amit még ott se nagyon sétálgatnak, megállnak a bazárosnál, aztán kész. És na, hát ez marha nagy élmény. Ezért megéri eljönni. Akkor sokan ugye kijönnek, és akkor, hogy wellnessezni akarnak, elmennének Tusnádfürdőre. Hát könyörgöm. A Tusnádfürdőnél, hát mondom, ott van Gyula, ott van Hajdúszoboszló, és sorolhatnám azt a rengeteg, ott van Szarvas, Cserkeszőhegy, Gyopáros. Hát azokkal ott lehet wellnessezni. De ami itt van Tusnádfürdőn, szerintem ahhoz képest, ami Magyarországon vannak, sehol nincsen. Ugyanúgy Szovátában is az a jó, hogy sós az a tó. Na hát most nagy kaland, értitek? Tehát engemet az ilyen részek nem vonzanak. Megmondom, a gyilkos tó is nekem, az is elképesztően fel van kapva, csak nem tudom miért. Azért, mert abból a tóból kilóg egy-két fadara. Na hát nagy kaland. Van másutt is egyébként Erdélyben, csak nincs úgy felkapva, mint a gyilkos tó. És hogyha megállsz az északi részen, mit látsz? Bazáros, zabálni, enni, inni lehet. De az már büdös az emberek nagy többségének, hogy körbe sétálja. Pedig ha elmennének az északi részre, onnan néznék meg, hogy a sok hülye ott szabált, ilyen fosatós, lángos teszik, na akkor teljesen más szemszögből látnám, mert ott van a kiszohárdi sokkal szebb például. Igaz, Levi? Én pedig arra fogom majd tanítani ezt a kisfiút, hogy ne menjen el a részletek mellett, hanem lássa az egészet, ugye, hogy milyen szép. Neki ez lesz a szép, Levinek. Mint Tominak és Gyurikának, ahogy elvittem őket Brassóba, mit tetszett nekik nagyon? Hát az a nagy platánfa. Ugye azt láttátok már Tomit is, meg Gyurikát is a filmjeinkben. Igaz, Levi? Na, és nézzetek meg, hogy minket, hogy milyen szépek vagyunk, igaz? És amikor is gondoljatok arra, hogy mi az? Szőrös apa? Na majd megborotválkozok, meg szemette süt a nap, igaz, Levi? Gondoljatok arra, amikor a fogyasztói társadalom részeinek tekintet, vagy ahova tartoztok, minden egyes újabb élelmiszerrel, amit megesztek, hogy meg minden egyes, hát, ebből lehetne aztán megint egy filmet meg vitatkozni, de az a baj, hogy az emberek nagy többségét nem érdekli. Mint szerintem ez a film se fogja úgy érdekelni az embereket, mert ilyenek vagyunk, ilyenek vagytok, közönyösök. Inkább elfordítjátok a fejeteket, és irigykedtek másra, ugye, hogy merre jár, merre van, merre él. Aztán tojtok bele az egészbe. És erre figyeljetek, én 1 millió példát tudok mondani, hogy én, Dóri, mennyivel másképp gondolkodunk, mert 1 millióan kimentek nyugatra, és akkor nem kérdezték, hogy miből élek, meg mit fogok csinálni, meg hova jár a gyerek iskolába, meg minden. Mi meg jöttünk keletre Dórival. És abból az 1 millióból hányan jöttek keletre? Ennyi. Sziasztok! Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter. Az erdélyi túrák. Köszönjük!